Édesapám ott született kápolnát, bányász volt, meg főzművel mindig volt szórakozás. Csak jó volt az élet. Összetartott a nép. Megtartottak minden ünnepet, megtartották a bucsút, megtartották a farsangi mulatságokat, ugye. És hát vendéglő nem volt, mindenki vitte a saját borát, meg pálinkáját, azt egymást kínálgatták, és ahogy táncoltak, ugye. Az volt akkoriban az élet. Életem legszebb gyerekkorai élményei Kápolna pusztához fűződnek, és olyan jó gyerekek voltunk, mi utólag is megállapítjuk, hogy velünk semmi probléma nem volt. Egyszer késtünk fél órát, akkor is azért, mert mentünk hazafelé, hát az arra emlékszem, hogy siklót találtak a kiserdőbe a fiúk, és elkezdték dobálni, hogy melyik találja el a fejét. Hát azzal elment egy kis időm, mi ott drukkoltunk nekik, ez volt az egyetlen dolog, amiért egy kicsit kikaptunk, hogy fél órát az anyukám mennyire izgult. Az igazság az, hogy mikor én kezdtem iskolába járni, egy szót nem tudtam magyarul. Az egész falu mindenki németül beszélt. Hát ilyen svábul. Most mérges vagyok egy kicsit, mert amit dialektusunk, a német kiejtésünk az nem olyan, mint a nagy német. Hát, de megértjük őket, csak nehezen. Nagyon sok szót ők másképpen mondanak. Ugye ők azt mondják, hogy Vater, mi meg azt mondjuk, hogy Fóda. Azt mondják, hogy Mutter, mi azt mondjuk, Mulde. Csak úgy példának. Hát bizony a fapapucs az divat volt itt egészen 1945-ig. Iskolába kellett menni, ugye Gántra, fapapucsba is nekünk a tanító megengedte, hogy mert vizesek voltunk, hogy oda a kályha mellé rakjuk a fapapucsot, hogy száradjon meg. Otthon egymás közt csak svábul beszéltünk. A szüleim azok nagyon keveset is tudtak magyarul. Míg már jobban tanulgattuk ugye az iskolába, az idős szülők. Volt egy nagypapám, nagymamám, azok egyáltalán nem is tudtak magyarul. Így vasárnap délutánonként, mert templomban nem mindenki tudott bemenni Gántra, akkor ott volt egy kereszt, és ahhoz elmentek az emberek imádkozni. Volt egy néni, aki imádkozott, és többi utána mondta. És este 7-kor, azt hiszem, harangoztak, akkor már mindenki, az egész falu lecsöndesedett 7-kor. Mindenkinek be kellett menni. Nem volt csavargás, mint most. Itt volt a harang, láb, mellette a kereszt, és ezen a hegy oldalon itt mentek föl egy pár magyar katona, és akkor a szemközti hegyről még az oroszok lelőtték őket. Bugdásultak visszafelé, ugye? Mert nem tudtak merre menekülni már. Nem tudták, hogy még azt sem tudták pontosan, hogy honnan jönnek az oroszok, mert akkor hoztak ide 300 magyar katonát aznap, és a szegények nem is tudták, honnan van a front jóformán, ugye? Nekihajtották őket. Szembe az oroszokkal. Képzelj el, hogy puskákkal ezek a magyar katonák tudtak harcolni. Visszaverték az oroszokat másfél kilométert. Akkor visszaverték a magyarokat megint, és akkor már belettek kerítve a magyarok benne a falukba, Kápolnapusztán, és akkor kezdődik az utcaharc. Ugye, akkor megadták magukat a magyarok, amelyik megadta magát, nekiállítottak a falnak, és nagyon lőtték. És akkor lőtözték olyan a civileket. Ez volt a mi házunk itt. Itt laktunk, öten voltunk testvérek, meg a szüleim. Heten laktunk itt benne a házba. Itt elő volt a szoba, és akkor itt volt a konyha. Ott van a szobaajtó, ugye, és akkor hát nem voltak más, akkor egy konyha meg egy szoba volt, mert hátra már istálló volt. Ez volt a lakás.
és akkor ott volt a pince, most is látszik még. Abból pincéből láttuk, mikor itt az embereket lődözték agyon. Abból. És akkor, mikor jöttek az oroszok, onnan jöttek le hegyről, és akkor hajtottak minket ki a pincéből, behajtottak a lakásba. Utána kihajtottak megint az udvarra vissza a pincébe, így csináltak háromszor is. A géppisztolyra lököttek minket jobbra-balra, aztán hát gyerekek voltunk, főtartott kézzel jöttünk, és akkor... Hát ez volt az otthonunk akkor. Lakott a nagybácsi, papámnak a bátyja, hát az agyon lőték. Előtte vitt ki nekik egy házi kenyeret, jött egy másik transport, meg agyon lőték, ugye, fejbe lőték. Két ember szab az udvarba. Innét szabad kilátásunk volt, oda láttunk arra a helyre, ahol agyon lőték nagyapámat, nagybátyámat, meg még egy pár embert. És akkor itt még feküdt három ember. Azokat nem ismertem már, de civilek voltak azok is. És akkor ott volt a ház, ahol most ezek az agyfák vannak. Három családnak a háza volt, az leégett, és akkor itt megint volt két családnak háza, az is leégett. Azt is fölgyűjtöttek az oroszok. Édesapám meg egy másik bácsi, ezek nem voltak otthon, azért maradtak ezek meg, de aki itt otthon volt, az mind elment. Például az én nagybátyámat, meg a fiát, ezek kitették a konyhából, és ahogy érték, a fiú ott feküdt mindjárt az ajtóba, és az apja meg egy pár méterrel arrább. Ezeket úgy lőtték agyon. És sose felejtem el, hogy ezek ott feküdtek, és nem lehetett hozzájuk nyúlni. Nem engedték meg, hogy eltemessük. És egy jó hétig biztos ott feküdtek, nem mert senki menni eltemetni őket. Még most is rossz visszakon. ...1944. szeptember-október táján lehetett mindig hallani, hogy vannak itt a vértesben ilyen partizánfélék, nem tudták, hogy ezek kicsodák. Úgy nézett ki a dolog, hogy a repülő járt el, és a repülőről leugrottak ejtőernyősök ugye front mögé, és ezek itten azt figyelték meg állítólag a hadfölvonást erre. Följönnek apámhoz, a legszélső házba hárman laktak Kápolna pusztán. Erdész úr, a Mayer bácsi följött, képzelje el, hogy három partizán bejött, vacsorát főzött az asszony a gyerekeknek, a forró fazekat leemelték és elvitték. A második partizán akció, leesett az első hó, és elvitték akkor a borjút, és a hóba a nyomok megvoltak. Képzelj el, hova vezettek a nyomok. A Csákberényi vadászházhoz. Úgy látszik, mindig volt kint őr, és már látták azt, hogy valaki jön, és akkor még öten voltak, négyen elmenekültek, az ötéken elkapták, azt meg elvitték Fehérvárcsurgóra, Fehérvárcsurgón kihallgatták, nem zárták be jól, volt neki szerencséje, megmenekült. Utána itt állítólag Csákvár felé a fronton valahol átküzdötte magát,
és akkor megint az oroszokkal találkozott. És akkor, amikor a front előre ment megint, és odaértek ápolnapusztára, akkor az az illető állítólag ott volt, és bosszút állt azért, mert elárulták őket, és azért lőtték azt a sok embert. Az egyik ugyanannyi idős volt a Schmidt Jóska, mint én, 26-osok voltunk, együtt jártunk iskolába, azt is agyonlőtték ottan. Karácsony másnapján hazafelé jött az apám, és találkozott három előőrssel, a vadaskamrából ment le egy pince. Oda bennünket betuszkoltak, és az apámat fölhívták, és egy hatalmas lövés, egy szót se szóltunk, azt hittük, hogy az apámat agyonlőtték, és akkor apám azt mondta, hogy jöjjenek föl, de először az idősebbek. Három idős nőt kiválasztottak, és 5 liter bor volt otthon. Erről nem beszélek, hogy mi történt a három családanyával. Már nem élnek. Elvonultak szépen, ezt idézőjelben mondom, és elindultunk. Ez 27-e volt decemberben, mindent ott hagytunk. A Zimmermann bácsit áthívta édesapám, hogy Zimmermann, hagyjanak itt mindent. És szegény Zimmermann bácsi azt mondta, mi itt maradunk. Ha akkor eljön, akkor megmaradnak. A Zimmermann bácsiról azt mondta a felesége, hogy azonnal nem halt meg, hanem géppuska sorozatot kapott, és még élt, állandóan folyt a vére, de hát nem tudták elállítani se, és órák múlva elvérzett a Zimmermann bácsi. Ott volt a keresztapám, az édesapám, én a két férfi között voltam. Édesapám fogta a kezemet, ott álltunk. A nőszemélyeket a Ruszki nekiállított a falnak, és akkor az orosz katona kirántotta a kezemet az édesapámnak a kezéből, magához szorított, arccal ő felé, és a háta mögött agyonlőtte a két férfit. Ez volt. A keresztapám az meghalt mindjárt, de az édesapám nem. Mert ő kapott egy tüdőlövést, átvittük a szomszédba, ott ült egész éjjel az ágyon. Másnapra az én apám annyira legyöngült, mert egész éjjel folyt tőle a vér, úgyhogy akkor ő már meghalt másnap. Itt látszik még a pincének a vége, ugye be van omlana, és hát ebbe tartózkodtak szintén a támadás alatt, és innét hajtották ki őket, és akkor utána volt az idő. Itt volt egy trágyadom, magyarul mondva, ugye, és amellett lőtték a nagybátyámat. És akkor mellette még ezt a másik, egy erdészt szintén. Hát üdülővés kapott, nagybátyám meg fejlővés kapott. És akkor ez az erdész, ez este bejut mi hozzánk, addig itt feküdt mozdulatlanul. Nehogy olyan lőjék még jobban, jobb tüdőlövése volt neki. És este bejött mi hozzánk is másod délelőtt, ha lett volna orvos, nem halt volna, mert nem volt orvos, másod délelőtt halt meg, akkor elvérzett, hogy mi nálunk a szobában. Ebben a házban itten agyonlőttek 3 embert. Az egyiket, a negyediket megsebesítettek, egész este ott feküdt a bokrok között, nem mert előre jönni, végig volt így lőve a fejbőre neki. És megmaradt utána, de nem, ott feküdt egészen, meg sem mert mozdulni, nehogy meglássak, hogy él még, ugye, mert aki agyonlőtték volna. És akkor ott volt az a nagyapáméknál, ott abban az udvarban, hát égett meg minden. Ott találkozott a német meg az orosz katona, szembe egymással. Úgy képzelje, ráfogták egymásra a pisztolyt, spekuláltak, megfordultak, nem lőtték olyan egymást. A német elment,
az orosz is elment. Ott is a nagybátyám lakott, az unokáival volt ott. Az azért maradt meg, mert az istállóban volt benn, egy kőből épített friss istállók volt neki, új istálló. Hát nem, gépisztő meg ilyen golyó nem ütött át azt a falat, ugye. Ezek ott megmaradtak. De ki lettek telepítve Németországba. Na most az unokája ott, mikor kijárt az iskolát, elment munkát keresni. Egy gyárba. Bemegy a fölvételi irodába, főveszik, az írnő kérdi tőle, hogy született. Hát mondja a kápolnán. Azt mondja, én is ott jártam. Mondja a gyereknek, hogy meg mellette állt, mikor az az orosz egymásra szembe állt, az német meg az orosz. A gyerek meg mellette állt. Mondja neki a gyerek, hogy én látom, hogy egy német katona meg egy orosz egymásra fogták a gépiszt, és nem lőttük ennyien. Azt mondja, én voltam ez az idő. Ilyen szerencséje volt neki, ugye? Hogy egyon lőtték volna egymást, mert egyszerre süt volna el mindent. Most ennek a hegynek ott lehet látni, hogy fönt, ott volt egy kopasz hegy akkoriban. Ottan mind gyerekek utána szoktunk itt körül menni, ugye. Ott találtunk egy egész raj magyarokat, tehát mind fejbe volt lőve. Megadták magukat, és fejbe lőtték ottan. Jött egyszer egy asszony, azt mondja, hogy férje, itt esett el, hogy a papa nem ez ügy, hogy hát azt mondja, sokat szedtünk össze, hallottak az erre. Azt mondja, hát menjünk el, nézzük meg, ahol találtam, azt mondja, 12 embert, két katonát, ugye. Hát, ha valamit találunk ottan. Talán megtalálták a zsebkendőt a katonának, be volt írva neve. Úgy tudta meg az asszony, hogy a férje itt lett agyonlőve, és itt fekszik a temetőbe. Most már csak az az egy roma, ami van itten. Már többiek már teljesen elplanírozták. Hát szóval az idő elplanírozta. Hát úgy mindez is már széjjel esik teljesen, úgy a többi házak is mind így mentek tönkre. 56 évén itt elkerültem. Én, amit itten átétünk, nem kívánkozok vissza. Nem kívánkozok vissza ebbe az életbe. Meg volt úgy nagyjából minden, de amit itt átétünk már a háború idő alatt, ez nem lehet elfelejteni. Nálunk szolgált előtte, mesélte, de az már 10 év múlva volt, humorosan Frankfurtban mesélte, hogy a nővérének a férje, a Huber Mutzl Mátyás bányász volt és állandóan ivott, és akkor is a gránásból jött haza, és tele volt itallal, és amikor elkezdték géppuskázni, itt a homlokánál a hajtincsije ment ki, és előre bukott, és mikor a többi férfi ott a vérébe meghalt, a Mátyás elkezdett részegen tápászkodni, és még 20 évig élt Németországban. A fiatalokat körülbelül olyan 15-öt vagy mennyit bevittek bennünket Fehérvára nagygyűlésre. Hát először elmondta a Farkas Mihály a beszédét, körülbelül a jó óráig beszélt, hogy ilyen jó lesz, olyan jó lesz, stb. Jön a kommunizmus, és így tovább. Utána jött a Révaj, hát az is mondta magáét, aztán a végén azt mondta, na most még egy pár szót szeretnék szólni arról az úgynevezett sváb kérdésről. Ezt kihangsúlyozta. Na aztán mondta, hogy hát ezek nem idevaló, ki lesznek telepítve, és így tovább. Mondott egy olyan 10 perces átkot a svábokra. Na, a végén befejeződött a gyűlés. Én meg a tömeg, aki ott volt elől, ezeknek tapsoltak, hogy ki az országból, mit hazaárulók, és így tovább, és így tovább. Mármint a svábok. Hát aztán jöttünk haza, azt mondták az itthoniek, na mi volt Fehérváron, micsoda? Ki leszünk telepítve? Na. Aztán másik körötött, ha már embereknek mindnek elment a munkáskedvük, és itt. Hát aztán tavasszal, hát azért mindenki elment dolgozni, nem nagyon akartak csinálni semmit, úgy rossz kedvek voltak.
És ez egy érdekes dolog volt, hogy hát ugye senki nem akart igazából dolgozni, minden ott hagytak a szőlőt, mert volt egy olyan szőlőterület itt Gántkösségnek, itt a Gránás nevezetű. Akkor egyszer jött a jegyző a templom előtt, aztán főszólalt, hogy már meg pedig sváb kérdés nincs, nem is lesz kitelepítés, stb. Stb. Erre fel mindenki másnap ment dolgozni a szőlőbe, és mindenki sietett, hogy mindenki utolérje magát. A vége az lett a dolognak, hogy egy hét múlva itt volt a kitelepítési bizottság, hogy ki leszünk telepítve. Na mondom, fönt lezárva a falu, az alsó vége lezárva, senki nem mehet ki, sebe. Akkor jött a pofozó bizottság, ezek meg végigmentek, este már nem volt szabad senkinek, kijárási tilalom volt, szóval ez egy borzasztó valami volt. Hát egy 10-15 embert majdnem halálra vertek. Oda vitték őket, ott meg tudom mutatni még a házat ott lent, hogy hol volt a fő hadiszállásuk. És minden, elkaptak egy embert valahol, aztán nem tetszett nekik a pofájuk, vagy akármi, fognak, bevitték, fél hótra verték. Mikor már elájult, aztán fölöntötték egy vödör vízzel, aztán utána pofozál megint tovább. Ez így ment két hétig, amire kitelepítés meg nem történt. Kápolna pusztáról visszatérve nem mindenki jött be Gántra utána, hanem voltak olyanok is, akik Pusztavámra költöztek. Meg voltak olyanok, akik Gesztesre költöztek. És voltak, akiket kitelepítettek, tehát szétszóródtak. És Kápolna puszta lakatlan lett. Képzelj el, hogy van ilyen, aki ki lett onni telepítve Németországba, írták a gyerekei, hogy mikor olyan beteg volt már, hogy tudta, hogy meg kell halni, mindig azt mondta, hogy vissza akar jönni Kápolnára. Ott akarna a temetőbe feküdni. Hát nem tudták visszahozni Németországból. A szóbeszéd volt akkoriban, mert az orosz katona temető, azt megkoszorúzták, a magyarok, a magyar katona sírókat meg nem koszorúzták meg, azok, mert a temetőben vannak első. Van egy egész hosszú sor, ahol a magyar katona feküdnek, ugye? Mert ott is fekszik olyan katona, aki nálunk el volt szállásulva Kápolnán. És az is elesett itten. És itt van eltemetve Gánti temetőbe. És akkor a feleségek az volt a kívánsága, hogy ha meghal, akkor abba a temetőbe vigyék, ahol az ura el van temetve. Mindig mondta, hogy két lányom, a tanító volt. Két lányom van ott, azt mondja, és én meg itt harcolok, mikor már rég az oroszok kezében van az a része, ahol az ő hazája. És akkor itt is maradt. Sokszor eszembe jut, sajnálom ezt az embert. A három testvéremet, ugye, azokat kitelepítették. Én még már ide följöttem Gesztesre, mert a férjem ide valósi volt, és akkor úgy maradtunk mink itt. Hát, otthonom volt. Az volt az otthon. Ide csak jöttem. A sorsom.